Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5784 Hesván-havának első napja, rósódest hirdettünk. A polgári időszámítás szerint 2023. október 16-a hétfő van. Ma a gálok és az ambosok névnapja. Izrael háborúban áll, a háború 10. napjánál tartunk. Mindezt megbeszéljük Németh Szilárddal azután, hogy elmondom önöknek, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint az euró középárfolyama 388.52, míg az amerikai dollár 369.15, és az angol font 448.83. A várható időjárás 3 és 13 Celsius között várható. Öltözönnek rétegesen, legyen mit levenni, ha mégis bemelegszik, vigyenek magukkal esernyőt, vegyék be tablettáikat, kiegészítőjüket, most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő betérjen, figyeljenek oda a folyadékházhatásukra is, jobb előre, mint később, és most hallgassák a beszélgetésünket Németh Szilárddal. Az előző ciklusban ön a honvédelmi miniszter helyettese volt, tehát még ma is rálátása van a világ eseményeire. Egyes nézőink azért aggódnak, hogy mintha a harmadik világháború lenne kialakulóba. Szinte a világ legkülönbözőbb pontján ütközések vannak, fegyveres ütközések. A legfrissebb, a 10. napja tartó orvul megtámadott Izrael, a Hamas terroristái, akik mögött alvó terrorszervezetek, Hizballah, Irán, és itt sorolhatnám, kik állnak. Mi a véleménye mindenről? Először is szeretném részvétemet kifejezni az áldozatoknak és a hozzátartozóknak, sebesülteknek, kórházban ápoltaknak jobbulást és gyors felépülést kívánok. Hát amikor én először ezt meghallottam múlt hétvégén, akkor először nem akartam elhinni. Azt hittem, hogy az előfordulhat, hogy magányosnak mondott terroristát, akit úgy átdobnak, ilyen kisebb akciók, de hogy egy ilyen típusú terrorakció, mert egyértelműen egy ilyen hibrid háborúról van szó, tehát egy ilyen típusú terrorakció megvalósuljon és ennyi áldozattal járjon, ugye most már 2000 fölötti az elhunytak, a megöltek száma, rengetegen vannak kórházban, nem tudják pontosan mennyi sebesült van, és még mindig van nagyon sok ember, akiket elhurcoltak, és őróluk gyakorlatilag nem lehet... 120 család érdekelt, gyerekek, csecsemők, több mint 40 csecsemő fej nélkül a második világháborúra emlékeztet. És teljes egész. Igen, valaki úgy fogalmazott, hogy a holokauszt óta nem, a zsidóságot nem érte ilyen típusú terrortámadás, ilyen típusú támadás, mint most ez 10 nappal ezelőtt, és egészen elképesztő, tehát az, ahogy direkt, tehát megtervezetten, eltervezetten a polgári lakosságot, kibucokat támadnak meg, egy diszkó, rockrendezvény támadnak meg, ugye ott halt meg az a futballista is. 3000 fiatal gyereket valami, támadtak meg. Ez valami egészen ördögi, ez a terrorizmus, és nem véletlen, hogy azok, akik... Ez már talán nem is csak terrorizmus, ez tömeggyilkosság. Hát az a kettő kéz a kézben jár. Tehát mindig az a célja. Tehát igazából egy ilyen terrortámadásnak az a célja, hogy minél nagyobb kárt okozzon az emberi életben, a vagyonban, és az gyakorlatilag elháríthatatlan legyen. Tehát egy ilyen ennek a következményeit mennyire lehet majd érezni? Ön a rezsibiztos is tulajdonképpen, a miniszterelnök e témában főtanácsadója, hisz az árak a tőzsdén kapásból följebb mentek az események hallatára. Hát jól látjuk, ugye az Ukrajnában folyó háború az arra
adott rossz válaszok, akár gazdasági, akár katonai, akár politikai válaszoknak meg volt a maguk hatása. És most is ugye, hogy jön a tél, most is azon vagyunk, azt látjuk, hogy az energiapiacot rángatják jobbra-balra, ki így, ki úgy, mindenki a saját érdekei szerint, nem egy együttműködés kezd kialakulni, nem egymás tisztelete, hanem egy bezárkózás, határok gyorsan fölépítés, és mindenki a saját hasznát nézi ebben a tekintetben, és ez teljesen szétveri nem csak a hagyományosnak gondolt, meg mondott virágzó gazdaságot, hanem egyébként mindent kikezd. Tehát a nyílt közlekedés is megszűn, nagyon erős dekonjunktúra, inflációs hatása van közvetlenül, de ennek én azt gondolom, hogy ennek a háborúnak, illetve mindkét háborúnak az erkölcsi üzenete, az erkölcsi hatása az a legdurvább, és az a félelem, amit ez közvetít az emberek felé, akiknek a napjaikat félelembe kell tölteni. És itt főleg, ahogy ehhez még aztán kapcsolódik, ugye, tehát hogy más nem mondjak, ugye a csúcson, az EU csúcson gyakorlatilag a migrációról volt szó, migrációs paktumot akartak áterőltetni, ezt mi magyarok és lengyelek ezt teljes egészében megakadályoztuk, ezt a történetet, és jól látszik, hogy... Tehát utáni lengyelek, vagy a korábbi lengyelek? Hát most ezt válasszuk külön, hát nyilvánvaló, hogy azok, akik döntési helyzetben voltak. Persze értem én, amit mond, hogy nem tudjuk külön választani, mert várjuk a végső eredményeket, hogy vajon mi lesz, marad-e Lengyelország, marad-e az a politika, maradnak-e azok a személyek, akik ami a legfőbb szövetségeseink, akár az európai, akár a világpolitika, akár a gazdaságpolitika tekintetében, mert mondjuk, hogyha nézzük a gabonát, az ukrán gabonának a gabonával való döntéseket, akkor ott is mindig számíthattunk egymásra a V4-ek, a lengyelekkel közösen. De visszatérve erre a háborúra, ennek a legdurvább hatása az a félelem, amit üzen. És akkor, amikor az ember elmegy Nyugat-Európába, és a már ott beengedett, a már ott akár állampolgárságot kapott migránsok, akik kimennek az utcára, és a terroristák mellett. De hála Istennek ezt megúsztuk, mert Orbán Londonban, Viktor pénteki, Párizsban, Berlinben. Orbán Viktor pénteki rádionyilatkozatában azt mondta, hogy na itt nem. De ez a nem csak rádionyilatkozat volt, csak azt szeretném mondani, hogy ennek a rádionyilatkozatnak volt következménye is, mert tényleg nem volt. Tehát a rendőrség nem engedélyezte ezeket a tüntetéseket. Mi a biztosíték? És Budapest arra? Gyakorlatilag már az egyetlen olyan nagyváros, ahol egyébként ezt nem lehet megtenni. Mi a biztosíték arra, hogy a következő migráns hullámba ilyen emberek nem jönnek be Magyarország területére? Hát semmi. Hát mi lenne a biztosítéka? Tehát, hogyha ha azt a politikát, amit Brüsszelből erőltetnek, amit egyébként a hazai baloldal 2015 óta, amikor megtapasztaltuk, hogy mi egy ilyen, amikor lerohannak egy országot, folytat, azt a migráns barát politikát, azt a migráció szervező politikát, tehát nem a megakadályozását, akkor mivel tudnánk mivel tudnánk garantálni? Hát semmivel. Hát az jön be, hogyha ellenőrizetlenül lehet bejönni Európába, ellenőrizetlenül lehet átlépni a határokon, és ezt az egészet ráadásul ugye nem a felelős, megválasztott elnézést. Kormányok irányítják, hanem mindenféle gangster, aki beáll ilyen embercsempésznek, vagy az embercsempész hálózatokat mozgatja, hát akkor annak mi a következmény? Egyértelmű, növekszik a köztörvényes bűnözés, és hát ugye a migráció kéz a kézben jár nagyon kevés a terrorizmussal. Próbálj. Ez 2015-16-ban, azokban a merényletekben, ami Brüsszelben, Párizsban, Németországban volt, értettem. Megtapasztaltuk. Alelnök úr, most is időnk látjuk, nagyon kevés van, próbáljon arra válaszolni, legyen szíves. Hát a következő kérdésre. A Magyar Honvédség, ugyan ön már nem honvédelmi miniszter helyettes, az előző ciklusban volt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kellőképpen föl vagyunk-e már szerelve arra, hogyha egy ilyen migráns csapat betör hozzánk, vagy bármi támadás ér minket? Ahhoz, hogy a békét fönn tudjuk tartani, ahhoz, hogy az ország belső békéjét fönn tudjuk tartani, ahhoz, hogy az országunk területi integritását meg tudjuk védeni, ha úgy tetszik a szabadságunkat, a függetlenséget, a magyar családok biztonságát, ahhoz bizony erőre van szükség.
a magyar haderő fejlesztése, az, ahogy benne van ebben az Zrínyi programban, honvédelmi és haderőfejlesztési program, az tervezetten, rendszerszerűen működik. Nagyon szép eredményeket értünk el a különböző haderőnemekben. Új haderőnemek is vannak, amelyeknek a fejlesztése, tehát a kiber hadviselés, illetve az űrhadviselés, amelyeknek a fejlesztése elengedhetetlen a jövőt illetően. Azt gondolom, hogy az nagyon jól és nagyon biztatóan folyik, és ehhez természetesen egy nagyon fontos toborzás, illetve a hátország védelmének, tehát a tartalékosoknak a toborzása is megtörténik, és hát azért a világ legerősebb, pontosan világ legerősebb szövetségének, igen, a NATO-nak a tagjai vagyunk. Pontosan egy hét múlva emlékezünk október 23-ára. Előfordulhat még egyszer az, hogy valakik becsapnak minket, vagy képesek vagyunk NATO-val, vagy NATO nélkül megvédeni magunkat? Hát az még egyszer, amíg mi vagyunk kormányon, addig egészen biztos lehet mindenki abban, hogyha betartva a törvényeket emlékezik tisztelettel, kegyelettel emlékezik az 56-os hősökre, a forradalom és a szabadságharc hőseire, akkor olyan parancsot nem fog kapni, amit Gyurcsány Ferenc annak idején 2006-ban megtett, hogy a saját rendőrségét a saját népe ellen vezényelte. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Németh Szilárd, a Magyar Országgyűlés tagja, a Fidesz országgyűlési képviselője, a miniszterelnök rezsi biztos főtanácsadója volt stúdiónk vendége. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégünk Sós Eszter Pentronella, vele a franciákról, illetve a francia politika reagálásáról, a közel-keleti eseményekről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk! Csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Sós Eszter Pentronella, egyetemi tanár, a világ problémáinak szakértője, de egyik specialitása a francia politika. Tehát ha valamit tudni akarunk, hogy mi történik Franciaországban, vagy a volt gyarmatokon, akkor hívni kell Sós Eszter Pentronellát. Ezt tettük most is. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Nagyon érdekes, ami történik a Közel-Keleten, és hogy miköze ez Franciaországnak, mert a francia elnök volt az első és kormánya, aki együtt érzett a zsidó államot ért terrortámadással. Mégis engedélyezték a templomok melletti tüntetéseket, szimpátia tüntetéseket a terroristákkal. Ennyire biztonságos ma a francia főváros? A legutóbbi információk szerint ezeket a tüntetéseket tiltják. Ebben van is egy kisebb vita, hogy ugye a palesztin ügy az egyben a Hamász ügye, vagy ez két külön dolog, de a lényeg az, hogy a belpolitikai viták ellenére, vagy azokkal együtt, ez nagyon felkavarta a francia politikai közéletet, tiltják a tüntetéseket, tehát ez a legújabb fejlemény. Tehát akkor zéró tolerancia. Akkor nézzük, miért fognak mostanában tüntetni a francia emberek, mert ők általában, hogyha valamivel nem értenek egyet, boldogan az utcára mennek, ha kell, akkor kukákat is gyűjtogatnak. Hát ezen a héten nem sok másról volt szó, mint az izraeli helyzet, ezt azért hagyd tegyem hozzá. Minden lekerült a napirendről. Nincs olyan reform, nincs az a költségvetés, nincs az a vita, pedig a háttérben lehetne, ami most a franciákat jobban érdekli. Hagy tegyem hozzá, hogy Franciaországnak állampolgárai 100 000-es nagyságrendben élnek Izraelben, ők többnyire aliázott zsidó emberek. Tehát van egy ilyen közvetlen kitettsége Franciaországnak. Tartanak attól, nagyon tartanak attól, és azt hiszem, hogy ez össze is függ a tüntetések tiltásával, hogy az antiszemitizmus mértéke megnőhet Franciaországban, ugye továbbra is 500 000 zsidó él
az országban. Ebből következően fölmerül a biztonság kérdése. Nagyon sokat vitatkoznak róla, hogy bizonyos palesztin barát szervezeteket be kellene tiltani, vagy épp elég maradjon ott, amíg nem csinál semmit, és akkor legalább tudják figyelni. Tehát ilyen típusú viták vannak. Gondolom a kérdés arra vonatkozott, hogy ha nem ez foglalná le a francia közéletet, akkor mi mindenről lenne szó. Hát azért itt lesz szakszervezeti akciónap, tehát strike tüntetés formájában. Elkezdődik a költségvetés tárgyalása. Van egy nagy vita a különböző nyugdíjalapok közötti átjárásról, ebből még nagy probléma lehet. Elképzelhető, hogyha legközelebb mi itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy a Born kormány hivatalban tud-e maradni, akkor lehet, hogy benne lesz abban a körmondatban a nyugdíj szó, mert hogy az egyik nyugdíjalapból át akarnak rakni az általános rezsimbe, és hát ez nem mindenkinek tetszik, és nagyon úgy néz ki, hogy a parlamenti matek az úgy alakul, hogyha valaki itt fölhergeli magát, akkor esetleg abból bizalmatlansági indítvány lehet. De még egyszer mondom, hogy miközben borzasztóan izgalmas a francia politika, az elmúlt egy hétben csak Izrael és a Hamas ügye foglalta le a francia közéletet, olyannyira, hogy Emmanuel Macron tegnap este tévébeszédet intézett a nemzethez. Márpedig ilyet akkor szoktak a francia elnökök csinálni, amikor vagy nagy helyzet van és sokan vannak az utcán, vagy valami nagyon fontos dolog történik. Hát elég fontos dolog ez, hisz a II. Világháború óta ennyi zsidót egy helyen egyszerre még soha nem öltek meg, arról nem beszélve, hogy közel 50 csecsemőnek levágták a fejét, és abszolút, tehát embertelen cselekményeket hajtottak végre. A kérdés az, hogy Anglia távozása után az EU-ból egy ilyen belső viszály alakult ki Franciaország és Németország között, hogy tulajdonképpen ki is legyen az erős. Hol tartunk ma ebbe a vitába, és a franciák mennyire, a francia elnök mennyire tud beleszólni az EU-nak a dolgaiba, hisz itt a napnál világosabban kiderült, hogy az EU dollár milliárdokat költött el Gázába a Hamas terror szervezetre, illetve vízvezetékeket, csöveket szállítottak oda, amiből végül is rakéta alkatrészek lettek, és az EU nem ellenőrizte, hogy egyetlen métert is 90-valahány kilométerre kaptak alapanyagot, és egy métert nem fektettek le, hanem rakétákra használták föl. Kezdem hátulról, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Erről is volt egy kisebb vita Franciaországban. Emmanuel Macron összehívta a pártelnököket. Itt napokig hát egy elképesztő közéleti vita volt arról, hogy minek nevezzék ezt a támadást. És hát ugye a radikális baloldali lázadó Franciaország azzal vétette magát észre, hogy hát nem sietett terrorista támadásnak nevezni ezt a történetet. Ezen napokig ment a vita, és hát nagyon úgy tűnik elképzelhető, hogy a baloldali összefogás, ez a bizonyos NUPES szövetség, ez lehet, hogy rá fog menni erre a vitára. Tudtuk, hogy ebben nincs egyetértés a baloldalon belül, és ennek megvan a ezer strukturális oka, de ez most kijött a napfényre. És hát csütörtökre véget ért ez a vita, vagy hát kicsit lenyugodott, mindenki elfoglalta a maga pozícióját ebben a kérdésben. Hát nyilván a lázadó Franciaország nagyon kellemetlen helyzetbe került. És Emmanuel Macron csütörtökre összehívta a pártvezetőket, a lázadó Franciaország is elment. Ezért tettem ezt a nagy kört, hogy ezt mondhassam. És hát ott volt egy vita arról, hogy akkor mi legyen a palesztinoknak nyújtott segélyekkel. És Emmanuel Macron azt mondta, hogy valószínűleg minden segélyt föl tudnak használni más célra is, de hát, hogy Franciaországnak ezek a humanitárius kérdések mégiscsak fontosak. Na ez például egy olyan apró, ez egy nagyon fontos eleme ennek a egyébként hatalmas közéleti vitának Franciaországban, ahol azért vannak eltérések az álláspontokban, akár még a kormánypárton belül is, tehát van, aki nagyon-nagyon kemény álláspontot képvisel, és de például Macron azt nagyon hangsúlyozza, hogy például a válasznak arányosnak kell lennie. Tehát ilyen eltérések vannak ebben a kérdésben. Ami pedig az európai álláspontot illeti, illetve az európai pozícióját illeti Franciaországnak, hát nem tudok nem visszajönni a hét témájához, mert hogyha nem egy olyan helyzetet élnénk, amilyet, akkor az, ami a hét elején történt, hogy tudnélik Emmanuel Macron Németországba utazott, és egy hosszú-hosszú munkalátogatást tett
Olaf Scholz német kancellárral, és hát átbeszélték azokat az ügyeket, amelyekben nem értenek egyet, lásd, energiapolitika, akkor valószínűleg most erről beszélgetnénk, és ez lenne a hét témája. Azt pontosan tudjuk, hogy a német-francia viszonyban nagyon komoly feszültségek vannak, itt tényleg megint csak az energiapolitikát emelném ki, ez nagyon fontos. Nyilván a franciák sokkal erőteljesebben szeretnék a mindenfajta szuverenitást az európai integrációban megjeleníteni. Még azzal együtt is, hogy Emmanuel Macron a nyáron végrehajtott egy nagyon nagy külpolitikai fordulatot, és a Európa keleti fele felé fordult, a bővítés nagy támogatója lett, és hát összességében is az orosz politikáját is megváltoztatta. Tehát közelebb került az álláspontja, ha mondjuk azt mondanám, hogy Budapest és Varsó a két végpont, akkor most inkább Varsóhoz áll közel Emmanuel Macron álláspontja. De hát ezt a találkozót, ezt a német tárgyalást is bizonyos értelemben lesöpörte a napirendről az izraeli támadás, illetve hát a Hamas támadása. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy hát Emmanuel Macron is egy új helyzet előtt áll. Tehát azért Franciaországban most nem a külpolitikára figyelnek, most belbiztonsági kérdések is fölmerülnek. Tehát, ezek az események igen. Belbiztonsági kérdéseket is fölvethetnek, hisz nagyon sok harmadik világból érkező új bevándorló, vagy migráns hívjuk, aminek akarjuk, nem igazán tudja megmondani, hogy ki ő és honnét jött, és milyen háttérrel rendelkezik. Hogy pontosítsak, csak, mert hogy Franciaországban van egy nagyon jól meghatározható konfliktus ebből a szempontból. Nagyon régóta mondjuk mi kutatók is, hogy az izraeli-palesztin konfliktus bizonyos szempontból importálódott Franciaországba. Tehát konkrétan, amikor valami történik, akkor annak lenyomata van Párizsban. Az alvó sejtek fölébrednek Párizsban. Lehet tartani attól, nem csak ilyen nagyon konkrét biztonsági fenyegetésekre kell gondolni, bár nincs kétségem, hogy ezzel is foglalkoznak, erre bizonyos bejelentések utalnak is, hanem arra, hogy ez politikai konfliktusként is megjelenik, hogy francia állampolgárokkal szemben föllépnek. Hát ugye nagyon régen szerkesztő úrral is beszélgettünk arról, hogy milyen sok zsidó ember alijázik Izraelbe azért, mert nem érzi magát biztonságban Párizsban, Franciaországban. Ugye most az elmúlt években lecsillapodott ez a konfliktus, de lehet arra számítani Franciaországban, hogy ez föl fog éledni, és hogy a zsidóság ebből a szempontból hát védelemre fog szorulni, nagyobb védelemre. Nyilván elkezdték a megfelelő erőket a megfelelő helyekre telepíteni. Nekem csak nagyon szeliden az a véleményem, hogy ha ezt ma megteszik zsidó emberekkel, akkor holnap megteszik keresztény emberekkel, megteszik koptokkal, a világon mindenkivel. Ezek terrorszervezetek ugyanúgy, mint az iszlám, dzsihád, és hagyd ne soroljam az összeset, ahol sem embert, sem Istent nem kímélnek. Arról is van vita, hogy ezeket akkor leágazásaikat, a civil leágazásaikat, hogy ezek megjelentek Franciaországban. Németországban azonnal törvényen kívül helyezték őket. Ugye francia szempontból nem látok bele, hát nyilván ennek nagy része minősített adat. Ugye itt az merülhet föl, hogy szem előtt legyenek, amíg nem csinálnak látványosan valamit, és akkor utána be lehet őket tiltani. A belügyminiszternek nagyon gyorsan mozog a keze, ha be kell tiltani a francia törvényekkel szembe menő szervezeteket. Nagyon szép hosszú listát tudnánk mondani az ismert szervezetekről is. Vagy nagyon gyorsan egy politikai és szimbolikus lépést megtenni, de lehet, hogy azt mondják a szolgálatok, hogy könnyebb őket figyelni, hogyha szem előtt vannak, de hát ugye ott kéne ülni, és ezt látni kéne, de ez a vita is zajlik, és erre is fölhívnám a figyelmet. Aki idáig nem ismerte volna föl vendégemet, Sós Eszter Petronellát, akkor most segítek, hisz a Francia Politika című műsort vezeti nálunk. Mi történik, mikor látjuk őt önt újból új műsorral a képernyőn? Minden jól megy, jövő héten egy nagyon-nagyon izgalmas darabot fogunk rögzíteni, nem árulom el, hogy pontosan miről lesz szó, de azt el tudom mondani, hogy izgalmas lesz, szép lesz, és mindenkit nagyon sok szeretettel várok. Mennyire népszerű ma az egyetemi, hisz egyetemi oktatóként is dolgozik, az európai politika vagy a francia politika a diákok érdeklődési körében? Ó, hát ezt merem mondani, hogy éppen a napokban kezdődött egy kurzusom a francia politikáról, egyébként éppen a iszlám bevándorlás és a laikus állam kérdését boncolgatjuk. Ugye ez a francia kultúrában nagyon izgalmas és bizonyos szempontból sok kérdést felvető téma. És hát magam is meglepődtem, hogy micsoda teleosztályterem fogadott, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam. Azt tudom mondani, hogy ha
jól ragadjuk meg, hogy mi az, ami a francia politikában érdekes, vagy mi az, amit nagyon kevéssé értenek, mert azért ez a laikus állam, ez egy nagyon érdekes dolog, és hát annyira jellegzetesen francia, van egy belső logikája, amit kívülről nagyon nehéz megérteni, akkor nagyon népszerű tud lenni a francia politika, és hát ennek én nagyon-nagyon örülök, hiszen bizonyos szempontból misszióm, hogy megmutassam a magyaroknak, hogy a francia kultúra és a francia gondolkodás hogyan működik, és hát úgy tűnik, hogy az egyetemi hallgatók nyitottak erre. Több levél is érkezett szerkesztőségünkben, amivel a nézők arról beszélnek, hogy szeretnék jobban megérteni, hogy mi történik a volt francia gyarmatokon, illetve hogy állnak ma a franciák a volt gyarmatokhoz. Két dolgot hagy mondjak ehhez. Az egyik, hogy pár hete rögzítettünk egy francia politika adást Marsai Viktorral, a migrációkutató vezetőjével, és átbeszéltük röviden, körülbelül 30 percben, hogy ezek a volt gyarmatok hogy néznek ki, úgyhogy a levélíróknak hagy ajánljam sok szeretettel ezt az adást a YouTube-on, visszanézhető az archívumban. A rövid válasz egyébként erre, hogy hogyan állnak a franciák a volt gyarmatokon, hogy rosszul pozíciókat veszítenek, és hát az adásból kiderül, hogy pontosan miért, hogyan, és van esélyük arra, hogy visszatérjenek. Természetesen az adást vissza lehet nézni a televízió honlapján is. Beütik francia politika, vagy Sós Eszter Petronella, és minden előjön. Eszter, köszönöm, hogy rendelkezésre állt. További jó munkát, mielőbb visszavárjuk. A pontos idő 8 óra, tehát most érkezik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van rajta, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon. Csak arra kérem önöket, hogy a játékszabályokat tartsuk be, tehát nem este 10 után, és nem ünnepek alatt. Híradó után jövünk vissza, Balázs Péter lesz a következő vendégünk. Először akkor nézzük együtt a híradót. Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, a 21. századi intézet vezető elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A miniszterelnök és csapatai megérkeztek Pekingbe, hamarosan megkezdik a tárgyalásokat. Mit várunk ettől a tárgyalássorozattól? Ugye az Európai Unióból erre a gazdasági csúcs találkozóra Magyarország ment el egyedül. Ez azt jelzi, hogy Magyarország továbbra is hisz abban, hogy a kapcsolatokat mind gazdasági, mind politikai szinten fenn kell tartani Kínával, hiszen egy felemelkedő világgazdasági fontos szereplőről van szó, tehát egy globális szereplő, és értelemszerűen Magyarország azt az álláspontot képviseli Európában, hogy a kapcsolatokat magas szinten tovább is erősen fenn kell tartani, és az az elszigeteltség, ugye, amit követel például az Egyesült Államok is most már régóta az Európai Uniótól, hogy szakítsa meg a kapcsolatokat, vezessenek be, nem tudom, büntetővámokat, és lehetne még sorolni. Ezzel a magyar kormány nem ért egyet egyébként, és ez a mostani út ezt szimbolizálja. Magyar szempontból ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok befektetés jön Kínából, nagyjából 20 ezer embernek adnak most már munkát, munkahelyet azok a kínai vállalatok, amelyek megjelentek Magyarországon az elmúlt időszakban. Ugye itt van a Budapest-Belgrád vasútvonal, különböző finanszírozási programok, tehát ezek mind olyan fontos kulcskérdések, amelyek Kína és Magyarország számára is fontosak. Európai tagállamok korlátozni akarják az amerikai járműipar behatolását Európába. Mennyire befolyásolhatja ez, és amennyiben az európai autógyárak elköltöznek az Amerikai Egyesült Államokba, azt a felkészülést, amire mi készülünk, például egyéb alkatrészek gyártásával. Ugye az európai autógyártóknak a jelentős része itt van Magyarországon, tehát a BMW és Audi komoly gyártókapacitással rendelkezik hazánkban, és ugye Magyarország ezzel párhuzamosan azért más országokból is vár, és remél is ilyen típusú befektetéseket, tehát ugye a kínai
akkumulátorgyáraknak a kérdése is ehhez kapcsolódik, hogy Magyarország nem kizárólag mondjuk a német autóiparra támaszkodik, hanem egyébként más irányba is nyit és máshonnan is vár ilyen típusú befektetéseket, de önmagában az, hogy a háború és a szankciók ügyében Európa hibás döntéseket hozott, megemelte az energiaárakat, látjuk, hogy a benzinköltségektől kezdve minden más megemelkedett, és hogyha megnézzük világ összehasonlításban, akkor azt látjuk, hogy az energiaköltségek Európában a legdrágábbak, tehát értelemszerűen, hogyha itt vannak gyártókapacitások, akkor itt jóval drágább egy vállalkozás, mint mondjuk a tengeren túlon, vagy mondjuk Ázsiában. Ez versenyhátrány, ez nem jó az európai gazdaságnak, és az, hogy az európai autógyártók is szenvednek, egyébként más európai cégekhez hasonlóan, és Amerika vagy más kontinens várja azt, hogy ezek a gyárak települjenek át, ez Európának a versenyképességét tovább rontja. Ugye Magyarországnak van egy fontos célkitűzése, hogy ebben az ipari forradalomban, ami az elektromos autókról szól, helytálljon, és az autóiparnak a szerepe továbbra is kiemelt legyen Magyarországon. Ebben nem látom azt, hogy például az ilyen típusú lépések bármilyen is veszélyeztetnék Magyarország szerepét. A miniszterelnök tárgyalásán több mint azt mondja, szóba fog kerülni az új közel-keleti helyzet is. Ugyan Borrell nagyon szeretné az Európai Uniónak a külügyekért felelős biztosa, hogy mindenki úgy gondolkodjon, de Magyarország abszolút nem gondolkodik úgy. A magyar főváros volt az egyetlen, ahol nem volt palesztinok melletti tüntetés. Ez köszönhető többek között a kormány zéró toleranciának. Mi a véleménye erről az Európai Unió többi tagállama, beleértve akár az Amerikai Egyesült Államok egyetemeit, miért engedélyezték ezt? Sok országban betiltották, tehát a franciáknál is mondták, hogy ilyen tiltakozásokat nem engednek, de hát olyan sokan vannak ezek a bevándorlók, hogy egyszerűen nem tudja a rendőrség ezt megakadályozni. Tehát, hogy a több ezeren, több tízezeren utcára vonulnak, az csak rendőrerőszakkal lehet elfojtani és betiltani. Tehát ez is azt mutatja, hogy az illegális bevándorlás, az a migrációs hullám, amit Európa engedett, ilyen következményekkel is jár. Tehát következményekkel jár, hogy egy palesztin, vagy Hamas és Hezbollah, meg nem tudom, milyen terrorszervezetek által indított támadás, amiben rengetegen meghalnak, egy vérekzés, az örömtáncot, vagy örömüdvirivalgást vált ki nagyon sok nyugat európai. Mi a biztosíték, hogy a migránsok között ugyanezek a hamasznyikok, ugyanezek a tömeggyilkosok nem szerepelnek, és szépen nem szivároghatnak be Európába? Hát ezt akarom mondani, hogy most ugye egy vérekzést, egy gyilkolást, nem tudom, olyat, amilyet a második világháború óta még senki nem tett zsidókkal szemben. Hogy most ezt ünneplik, ezek az emberek kimennek, és látjuk, hogy milyen késsorok érkeznek nyugat-európai nagyvárosokból, hát innen már csak egy lépés az, hogy ezek az emberek elkövessenek ugyanilyen cselekményeket, akár nyugat-európai nagyvárosokban. Ezért látjuk azt, hogy Párizsban csak a terrortámadás óta, tehát ebben az egy hétben 100-nál is több antiszemita támadás volt, emiatt van az, hogy például Dániában ki sem nyitottak pénteken a zsidó iskolák, tehát ezek mind-mind azt mutatják, hogy az antiszemitizmus növekedése, az kéz a kézben jár ugye a migrációs válság és az illegális bevándorlással, amire egyébként Magyarország 2015-ben felhívta a figyelmet, tehát amikor azt mondta, hogy stop illegális bevándorlás, ezt Magyarország elutasítja, akkor nagyon fontos érv volt ugye a bűncselekmények számának a növekedése, amit tapasztalunk a bevándorlással párhuzamosan a terrorcselekmények számának a növekedése, emellett az antiszemitizmusnak a növekedése is tapasztalható. Ezeket Magyarország mind elutasította, ezért nem látunk olyan jeleneteket Magyarországon, mint például Nyugat-Európában. De a déli határainkon ezek egymás után elérkeznek ide is. Meddig tudjuk megvédeni a határokat önköltséggel? Hát ami nagyon fontos ugye a déli határnál, hogy a kerítés az álljon, továbbra is a határvédelem az erősen tudja ezt a típusú nyomást tényleg kijebb tolni, és ugye Szerbiának is ebben fontos szerepe van. A magyar kormány Szerbiával kapcsolatosan folyamatosan próbálja rávenni a szerb hatóságokat, hogy már ne engedjék mondjuk a déli határhoz, hanem próbálják meg korábban feltartóztatni az illegális bevándorlókat. Ugye látjuk azt, hogy
bevándorlók egyre inkább erőszakosabban lépnek fel a déli határnál, tehát lőfegyvert használnak, megdobálják a rendőrséget, tehát gyakorlatilag a rendőröknek a testi épsége is veszélyben van a déli határnál ebből a szempontból, tehát nagyon veszélyes a helyzet. Itt brüsszeli álláspontot kellene megváltoztatni végre, ez pedig az európai parlamenti választásoknak az egyik fő kérdése lesz majd. Az európai parlamenti választások előtt választások vannak az EU, illetve a V4-ek országaiban. Látjuk az exitpolokat Lengyelországban, az egyik magyar közvéleménykutató még jobb eredményeket jósol nekik. Mennyire az exitpolok és a valóság az véletlenül szokott találkozni, vagy? Én láttam, hogy a Szlovákiában is az exitpolokat, ott a progresszív Szlovákiát hozták ki győztesnek, tehát gyakorlatilag a helyi Momentumot, ehhez képest Robert Fico alapított kormányt most Szlovákiában, tehát általában azt látjuk az utóbbi időszakban, hogy az exitpolok és a közvéleménykutatások köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Most Lengyelországban is az ellenzéknek a győzelmét jósolják az exitpolok. Ennek ellenére most több pontozatás előtt néztük a rész eredményeket, 13%-os feldolgozottságnál jóval jobb eredményt tud felmutatni a PiS, tehát jelenleg kormányzó jobboldali párt, mint ami egyébként az exitpolokban van. Meg kell várni az exitpolokat, hogyha most ilyen 10-valahány százalékos a feldolgozottság, akkor délután körül már azért látni fogjuk, hogy mi lesz várhatóan a végeredmény. Az Európai Unió tagállamai az első napokban mind elítélték, ami a Közel-Keleten történik. Most viszont már mintha egy kicsit szép lelkűek lennének, és azt követelik az izraeliektől, hogy ne keményen csapjanak vissza. Az izraeliek nem visszacsapni akarnak, hanem teljesen megszüntetni a Hamaszt, nullára kihozni. És nem civil embereket akarnak megölni, hisz a civil embereknek azt mondták, hogy települjenek, átmenjenek odébb, vízellátást biztosítanak nekik, menekülő útvonalat, de ez itt tovább nem mehet. Európát mi tudja ilyen gyorsan megváltoztatni a véleményét? Nem félnek attól, mint az előbb is kérdeztem, hogy ezek be fognak települni ide és a környező országokba, és szavazó automataként a társadalmat és a kultúráját is meg fogják változtatni? Gyakorlatilag már reakció arra, hogy azért sok európai országnak a társadalmi összetétele megváltozott. Tehát amikor csak Németországban millió számra engedik be ezeket a muzulmán bevándorlókat, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a német politikának néznie kell azt is, hogy egyébként ezek az emberek mit gondolnak, mert hát azért több millió ilyen ember fellázad Berlinben vagy bármelyik német városban, akkor az ott polgárháborús állapotokat eredményez. Tehát van egy ilyen típusú nyomás is nyugaton, és ugye látjuk a képsorokat, a közösségi médiát is elárasztották ezek a típusú képsorok, de hát ugye látni kell, hogy ugye, mint a Telex is írt egy cikket egy kórházról, ami kiderült, hogy valójában egy a terror szervezetnek az egyik fő hadiszállása, hiszen ilyen típusú rejtek helyeket választanak. Élő pajzsként használják a civil civileket lakosságot. Civileket maguk elé, iskolák mellé rakják a fűhadiszállásokat a kórházakba. És ez az ugye azért van, mert így próbálják ugyanaz a közi közvéleményben azt mutatni, hogy itt civileket gyilkolnak, de hát aki civileket gyilkolt, az egyértelműen ez a terror szervezet volt, tehát láttuk az Izraelből érkező képsorokat, akár a fesztiválról érkező képsorokat, ott szabályos vérjegzés, öldöklés volt. Amit nem az izraeli hatóságok rögzítettek, hanem maguk a terroristák. Meg ugye az ott lévő emberek, tehát az áldozatok is. Na most, ha följebb megyünk, akkor ott van a Hezbollah, ami kellőképpen beszállt, hosszú ideig mindenki azon gondolkozott, vajon be fog szállni, vagy nem, hisz Hezbollah ki akarja szolgálni Iránt is, de tulajdonképpen Libanon területén vannak. Lehet, hogy a Hezbollah egyszerűen Libanont is tönkreteszi? Most mindenki azt nézi, hogy mennyire fog eszkalálódni ez a háborús konfliktus, tehát az iráni szerepet, hát most látjuk, hogy vizsgálják sokan, hogy mennyire tudnak majd beleszólni ebbe a háborús konfliktusba. Ugye az Egyesült Államoknak a külügyminisztere gyakorlatilag végiglátogatja ott a térséget, és próbálja azt elérni, hogy ez a következő órákban érkezik újból Tel Avivba. Igen, tehát hogy ezért ez a konfliktus, próbálják ezt lokalizálni, tehát ugye a magyar kormány is azt mondta, hogy nem szabad gyakorlatilag egy ilyen, megint egy ilyen közel-keleti összkonfliktus kialakítani, mert azért az orosz-ukrán háború mellett, hogy kirobbanna egy ilyen típusú konfliktus is, annak beláthatatlan következményei lennének. Németh Szilárd volt ma a vendégem ön előtt kettővel, és elképzelhető, hogy a
az árakra is, tehát az energiaárakra is ez hatással lehet. Mindenképpen, tehát ugye a legnagyobb olajban gazdag országok ebben a térségben vannak, hogyha itt egy nagyobb konfliktus kirobban, országok közötti háború kirobban, akkor az egekbe fogja lökni még inkább az olajárakat, ennek hatása van a benzinárakra, mindenre, tehát akkor az inflációs cél, a gazdasági növekedési cél, tehát végre már látjuk azt, hogy csökken az infláció, valahogy a gazdaság tér magához, tehát az orosz-ukrán háborúnak a sok hatását, negatív hatásait már kezdi ledolgozni végre a magyar gazdaság is, és az európai gazdaság is. Jön még egy ilyen sok hatás, az gyakorlatilag visszalök mindent. Ugyanakkor próbálj nekem megmagyarázni, úgyis, mint a 21. századi intézet vezető elemzője, meg úgyis, mint a hírek fogyasztója, hogy a francba, nem véletlenül használom ezt a kifejezést, juthatnak uniós források a Hamaszhoz. Hogy létezik az, hogy 97 kilométer vízcsövet, egy métert nem tettek a földbe, rakétába alakít a Hamász? Hogy lehet, hogy szennyvíz elvezető csöveket megint csak nem a földből vesz ki, hanem be sem teszi őket? Hogy az Európai Unió ezeket a segélyeket, ezek több milliárdba kerülnek, nem ellenőrzi? Hát itt csak az ember tátja a száját, hiszen itt arról van szó, hogy az Európai Uniós támogatásokból építenek rakétákat, amivel aztán Izraelt lövik, és ennek ellenére hiába, hogy a Magyar Uniós biztos azt mondta, hogy ezeket a támogatásokat beszüntetik. Nagyon komoly nyomást érkezett az Európai Bizottság részéről, hogy ezeket a támogatásokat továbbadják, sőt, most növelik is egyébként ezeket a támogatási forrásokat. Érhetetlen, tehát az ember ilyenkor nézi, hogy ez mégis hogyan valósulhat meg, és ezzel párhuzamosan ugye például Magyarország tulajdonosan kapja meg az uniós forrásokat, tehát oda a háborús konfliktusban a terrorszervezetnek oda lökik ezeket a pénzeket, ezzel párhuzamosan Magyarországnak meg nem adják oda az uniós forrásokat, tehát ennél durván kettős mérce vagy eszementő gondolkodás tényleg nem lehet. Ilyenkor mit tehet a magyar biztos, illetve mit tehet a magyar miniszterelnök? Mit lehet megvétózni? Hát uniós csúcsokon, hogyha lesz majd valamilyen külügyi döntés, akkor ugye ott vétójoga van a magyar kormánynak, tehát ebben Magyarország tud lépéseket tenni, de hát ugye a forrásoknak a kifizetése most egy olyan övezetben, ahol éppen rakétáznak, és nem tudom, emberek százezrei, milliói menekülnek. Ilyen konfliktusban én nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan történik ezeknek a forrásoknak a kifizetése, tehát szerintem ez egyébként a gyakorlatban sem tud nagyon működni. Ezekben a percekben érkezett a hír, hogy a Hizballa fent északon átmenetek tűzszünetet szeretne kötni az izraeli hadsereggel. Ez elég érdekes, mert ezelőtt 10 perccel újabb rakétákat lőttek ki, úgy látszik, hogy két rakéta szünet között kezdenek tárgyalni a tűzszünetről is. Minden esetre délen a hadsereg tovább nyomul és próbálja megtisztítani Gázát a terroristáktól. Annyi időnk van még hátra, hogy megkérdezzem, hogy ön szerint hány napig tart még ki az, hogy az Európai Unió tagállamai egy igazságos önvédelmi háborúként tekintenek az izraeli reagálásra, vagy izraeli terrorként fogják ezt? Hát itt fontos, hogy Izrael is úgy lépjen fel, hogy ne lehessen rásütni azt a bélyeget, hogy itt túlzó mértékben támadják mondjuk a civil lakosságot a gázai övezetben, tehát itt gyakorlatilag ilyen egyensúlyi helyzet van, ezt a izraeli hatóságnak kell majd mérlegelni és eldönteni pontosan, milyen módon tudnak úgy fellépni, hogy ez egyébként mondjuk a világ szimpátiáját ne erodálja, ne koptassa. Hamarosan, mint az előbb láttam, az amerikai elnök is a helyszínre érkezik. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűknegyed órában Deák Daniel politológust, a 21. század intézet vezető elemzőjét látták és hallották. A pontos idő 8 óra, tehát következik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, csak könyörgöm. Tartsa be a játékszabályokat, nem este 10 után és nem ünnepek alatt. Híradó után jövünk vissza, vendégeink lesznek Harangozó Gábor, Róna Péter, Gyarmati István, és utána a szokott hétfői műsorok. Tartsanak velünk!
főbb híreink. Orbán Viktor miniszterelnök Pekingbe utazott, ahol részt vesz az Övezet és Út Fórum harmadik csúcs találkozóján, és tárgyalást folytat számos vezetővel. A Párbeszéd zöldek által életre hívott zöld minimum program aláírását kérte a főpolgármester a velük szövetségben induló önkormányzati jelöltektől. Egy perces néma csenddel kezdődött a terrortámadás utáni első kormányülés Izraelben a múlt szombati terrortámadás áldozataira emlékezve. Az ukrán ellentámadás teljes kudarcot vallott, jelentette ki Vlagyimir Putyin, orosz elnök. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Pekingbe utazott, ahol részt vesz az Övezet és Út Fórum harmadik csúcs találkozóján, valamint hivatalos tárgyalásokat folytat Kína vezetőivel, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Orbán Viktor a kínai gazdasági kezdeményezés előző két csúcs találkozóján is részt vett, és felszólalt 2017-ben, illetve 2019-ben. Magyarország a jövőben is része kíván maradni a nagy távlatokat rejtő együttműködésnek, írt a közleményében a sajtófőnök. Kína Magyarország 9. legjelentősebb kereskedelmi partnere, ráadásul 2023-ban ismét Kína lett hazánk legnagyobb külföldi közvetlen befektetője. Kínai tulajdonosi hátterű vállalkozások közel 20 000 embernek adnak munkát Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben kétoldalú tárgyalásokat folytat, elsőként Li Qiang miniszterelnökkel, majd Xi Jinping államfővel. Programra során találkozókat bonyolít a legnagyobb kínai vállalatok és bankok vezetőivel is, áll Havasi Bertalan tájékoztatásában. Teljesen egyértelmű, hogy új világrend van kialakulóban. Az, hogy ez hogyan néz majd ki, az még teljesen bizonytalan, írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről bejelentkezve, ahonnan Kínába indult. Szijjártó Péter szerint sajnos komoly a veszélye annak, hogy a világ újra blokkokra fog osztódni. Ezt nekünk nagyon rossz lenne. Ebben van történelmi tapasztalatunk, jegyezte meg a külügyminiszter. Hangsúlyozta, a Magyarország abban érdekelt, hogy a következő évek az összeköttetésekről, a konnektivitásról, a kulturált nemzetközi együttműködésről szóljanak. Kelet és nyugat együttműködése nélkülözhetetlen a globális biztonsági és gazdasági veszélyek leküzdéséhez. Hozzátette, a kínai elnök kezdeményezése, az egy övezet, egy út ezt a célt szolgálja. Most irány Peking, a kezdeményezés csúcs találkozója. Repülés egész nap, érkezés ottani késő este, tudatta a külügyminiszter. A veszélyek korát éljük, de Magyarország kormánya a nehéz háborús időkben is biztosítja a fogyatékossággal élőket képviselő érdekvédelmi szervezetek biztonságos működését, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Megbecsüli és elismeri a kormánya a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek munkáját, szögezte le. A posztban közzétett videóban elmondta, a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetek és a kormány között folyamatos a párbeszéd, legyen szó őket érintő törvénymódosításról, jogszabályváltoztatásról, mindig bevonják őket a döntéshozatalba és meghallgatják véleményüket. A nehéz háborús inflációs időkben is arra törekszünk, hogy megőrizzük azokat a forrásokat, amelyeket számukra biztosítunk, jelentette ki a főtanácsadó hozzáfűzve, a mindennapokat segítő személyes támogatási rendszert alakítanak ki számukra, és az informatikát a fogyatékossággal élők szolgálatába állították. A Párbeszéd zöldek által életre hívott zöld minimum program aláírását kérte a főpolgármester a velük szövetségben induló önkormányzati jelöltektől. Karácsony Gergely azt mondta, nincs több idő. Lehet, hogy ez lesz az utolsó önkormányzati ciklus, amikor érdemben tudnak fellépni a klímaváltozás ellen és megőrizni a városok életminőségét. Külföldi híreink. Egy perces néma csenddel kezdődött a terrortámadás utáni első kormányülés Izraelben a múlt szombati terrortámadás áldozataira emlékezve. Az izraeli nemzeti vészhelyzeti kormány tagjai egy percig némán álltak az iszlamista Hamas terrorszervezet múlt szombati gázai övezetből indított terrortámadása után megtartott első ülésük elején, miután Benjamin Netanyahu miniszterelnök erre kérte őket, a hidegvérrel meggyilkolt testvéreink és a csatában elesett hős harcosaink emlékére.
Az értekezleten már részt vette a kormányhoz csatlakozott Benny Gantz, a Centrista Nemzeti Tábor nevű párt elnöke is. Éjjel-nappal csapatmunkában, egységesen dolgozunk, ígérte Netanyahu a megbeszélésen. Az egység köztünk világos üzenetet közvetít az emberek, az ellenség és a világ felé. Láttam csodálatos a fronton álló harcosainkat, akik tudják, hogy az egész nemzet mögöttük van. Megértik a feladat nagyságát, bármely pillanatban készek cselekedni, kiirtani a véreskező szörnyeket, akik ránk támadtak. A Hamas úgy gondolta, hogy összeomlunk, de mi leszünk azok, akik szétverjük a Hamaszt, jelentette ki az izraeli kormányfő. Egy gázai férfi megerősítette az IDF titkosszolgálatának, hogy a Hamas csapatai megakadályozzák, hogy civilek elhagyják a harci zónát. Az IDF közzétett egy beszélgetést az 504-es titkosszolgálati egysége és a gázai övezet egy lakója között. A felvételen hallható, amint a férfi, aki a gázai övezet északi részén lévő Jabalia lakója, azt mondja az IDF tisztjének, hogy a Hamasz erők megakadályozzák, hogy civilek elhagyják azokat a területeket, amelyekre az IDF bejelentette, hogy célponttá válnak. Elmondása szerint a Hamasz elkobozza mindenki személyi igazolványát és a slusszkulcsát, aki megpróbálja elhagyni a célterületet. A gázai férfi tehát megerősítette azt a korábbi hírt, hogy valóban a Hamas csapatai akadályozzák a civilek elhagyását a célterületről. Mindez azok után, hogy több ezer szórólapot szórt le repülőgépekről az IDF a gázai övezet felett, jelezve a lakosságnak, hogy megtámadni készül Gáza északi részét, ezért elrendeli a civil lakosság evakuálását a gázai övezet déli részén. Mark Regev, izraeli miniszterelnöki tanácsadó szerint a gázai övezetet uraló Hamas iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadása a legsúlyosabb antiszemita indítatású erőszak cselekménye a holokauszt óta. Regev a BBC brit közszolgálati televízió politikai magazin műsorában kijelentette, ezúttal nem a Hamas és Izrael ütésváltásainak újabb fordulójáról van szó. Azóta, hogy a Hamas 16 évvel ezelőtt hatalomra került Gázában, volt 4-5 alkalom, amikor rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig válaszolt ezekre a támadásokra. Most nem itt tartunk. Ami október 7-én történt, a legnagyobb támadás, a legnagyobb gyilkosság, a legnagyobb antiszemita erőszak cselekedet volt 1945 óta, a holokauszt rettenetes évei óta, fogalmazott Regev. Hozzátette, a történtek drámai mértékben változtatták meg a helyzetet, ez már nem csak egy újabb forduló a Hamas és Izrael összecsapásban, hanem háború. Izrael nem akarta ezt a háborút, a Hamas támadása meglepetésként érte, de Izrael megnyeri a háborút, amely az általa szabott feltételekkel ér majd véget, mondta Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő tanácsadója. Regev szerint a Hamas az iszlám állam nevű dzsihadista terrorszervezet módszereihez hasonló módon támad, amikor túszokat fejez le, holttesteket éget és babakocsiban ülő gyerekeket lő agyon. Rakétatámadást intézett vasárnap a Hezbollah libanoni síita milícia Izrael ellen. A lövedékek a libanoni határhoz közeli izraeli Stúla településen csapódtak be. Izraeli egészségügyi források szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek. Az izraeli hadsereg lezárta a határmenti térséget. A Hezbollahhoz köthető Al-Manar hírtelevízió azt közölte, a milícia precíziós rakétákkal lőtte a területet, továbbá közzétett néhány videófelvételt a milícia előző napi támadásáról, melyet a Libanon és Szíria közötti beszögellésben lévő izraeli irányítás alatt álló Shiba farmok katonai objektumai ellen követett el. Az izraeli hadsereg válaszul lezárta a libanoni határ felé vezető utakat és bejelentette, blokkolja a területen működő GPS szolgáltatást. Emellett felszólította a civileket, hogy ne menjenek a határ 4 kilométeres közelébe, az ott lévő települések lakóit pedig arra kérte, maradjanak óvóhelyeiken. Senki sem tudja garantálni a helyzet kontrollálását, ha Izrael bevonul a gázai övezetbe, jelentette ki az iráni külügyminiszter. Az iráni diplomácia vezetője Irakot, Libanont és Szíriát is felkereste, Dohában Ismail Haniyével, a Hamas vezetőjével is tárgyalt, akivel az együttműködés folytatásáról állapodtak meg. Irán hosszú ideje támogatja a gázai övezetet uraló terrorszervezetet. A dohai találkozón a Hamas Izrael elleni támadását történelmi győzelemnek nevezte, amely jelentősen visszavetette a palesztin területek izraeli megszállását. Ha a cionista rezsim folytatja támadásait a védtelen gázai lakosság ellen, akkor senki nem képes garantálni a helyzet kontrollálhatóságát, közölte az iráni külügyminiszter a katari emírrel folytatott megbeszélésein,
a teheráni külügyi tárca tájékoztatása szerint. Teherán szerint azoknak, akik szeretnék megakadályozni a konfliktus kiszélesedését, meg kell akadályozniuk a cionista rezsim barbár támadásait. Az ukrán ellentámadás teljes kudarcot vallott, jelentette ki Vlagyimir Putyin, orosz elnök a Rosszia egy állami televízióban. Az államfő azokra a Kijevben elhangzott nyilatkozatokra reagált, amelyek szerint az ellentámadás megrekedt. Ami az ellentámadást illeti, amely állítólag elakadt, az igazából teljes kudarcot vallott, mondta Putyin. Hozzátette, hogy az ukrán hadsereg mindazonáltal újabb támadó hadműveletekre tesz előkészületeket egyes frontszakaszokon, amit az orosz fél lát és ennek megfelelően reagál. Az orosz fegyveres erők taktikáját aktív védelemnek nevezte. Csapataink gyakorlatilag az egész térségben javítanak a helyzetünkön, egy elég nagy területen, mondta. Konkrétan a Kupjanszki, a Zaporizsiai és az Avidjabaki csapás irányt megnevezve. Putyin úgy vélekedett, hogy a nyugat forró konfliktusba lép Oroszországgal, akkor az nem korlátozódik majd egy különleges hadműveletre. Ilham Aliyev, azeri elnök felvonta az azerbajdzsáni Lobogút, hegyi Karabah központjában, ahol beszédet is mondott, jelentette az azeri hírügynökség. Aliyev a nap folyamán emellett több hegyi karabahi helységben is felvonta az azerbajdzsáni zászlót, Agdarában például. Azerbajdzsán szeptemberben indított sikeres villámoffenzívát az ott élő örmények által egyoldalúan kikiáltott nemzetközileg el nem ismert Szakadár hegyi karabahi köztársaság ellen, melynek területe a nemzetközi jog szerint Azerbajdzsánhoz tartozik. A korábban örmény többségű, mintegy 120 ezres terület az azeri győzelem óta szinte teljesen elnéptelenedett. Lakosai tömegesen menekültek Örményországba, megtorlásoktól tartva. Híreinkről bővebben a brayerpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma mindenütt kitisztul az ég, napos időre számíthatunk, este pedig majd megnövekszik a fátyol felhőzet. A hőmérséklet jellemzően 12 és 15 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ez a kívánságszolgálat minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, 2:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől tekinthetik meg. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!
Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harmati István, biztonságpolitikai szakértő, volt nagykövet. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csapjunk bele keményen. Ez tulajdonképpen spoilerozhassuk a ma kora esti órákban megjelenő műsorunkat is, a világ zsidó szemmel. És akkor már is fölteszem a kérdést, valóban nőhet a terrorveszély Európában? Mennyire tudnak együttműködni a különböző államok biztonsági szervei? Hisz láttuk, hogy ez a náci emberfeletti gyilkosság sorozat, amit a Hamas emberei végrehajtottak izraeli kibucokba, és képeket direkt nem mutatok, mert nem kell, hogy az emberek teljesen kétségbe essenek, de abszolút német receptek szerint gyilkoltak csecsemők, fejét most lebágták. Nem német, náci. Náci, igen. És az első napokban a világ Izrael mellett állt. Mára viszont a szép lelkűek azt követelik Izraeltől, hogy adjanak vizet a Hamasznak, adjanak üzemanyagot, és hogy csak módjával válaszoljanak. Mit jelent az, hogy módjával ne álljanak bosszút? Itt nem bosszúállásról van szó, hanem egy hadseregnek az a feladata, hogy polgárait megvédje, illetve a hadsereg azt tűzte ki célul, hogy megsemmisíti a Hamasz terroristákat Gáza városában. Igen, ugye sokan kezdték el mondogatni, hogy így meg úgy vigyázni kell, meg nem szabad túlzásba vinni a hadműveletet, és így tovább. Olyat még nem láttam, hogy valaki azt elmondta volna, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát hogy kell azt a célt elérni, hogy a terrorizmust felszámolják, mert ebben azért egyetértés van, vagy legalábbis nem merik, akik esetleg nem értenek vele egyet. Európában is azok nem merik megmondani. Tehát ebben azért egyetértés van, de hogy lehet a terrorizmust felszámolni, úgyhogy közben nem küldök csapatokat, nem háborúzok, és sajnos nincsenek civil áldozatok. Különösen akkor, amikor a Hamasz arra játszik, hogy minél több civil áldozat legyen. De így is közel 500 ezer gázai lakos, igen, odébb igen. Költözött, hogy... Igen, annak ellenére, hogy a Hamasz megakadályozza őket, hogy annál amennyire csak tudja, hogy elhagyják, hiszen nekik az a jó, hogyha sok civil áldozat van, mert akkor ugye be lehet mutatni azt, hogy az izraeliek tulajdonképpen népirtást követnek el, meg ilyen marhaságokat szoktak mondani. De itt, aki most népirtást követett el, az pontosan a Hamasz volt. Volt a második világháború óta ilyen felvételeket még nem láttunk. Igen, a népirtás szóval vigyázni kell, ez nem népirtás, tömeges gyilkosságokat, terrorista gyilkosságokat követett el a Hamasz, és folytatja ezt továbbra is. Az is a Hamasz által elkövetett gyilkosság, hogyha egy kórház tetejére teszi a rakétaindító állásait, és onnan lövi a rakétáit. Vagy egy óvodából lő ki. Vagy óvodából, vagy iskolából, túszokat rak maga elé. Tehát ezek nem újdonságok, ugye ezt a terroristák szokták csinálni, csak a világ még mindig nem képes, vagy legalábbis a világnak egy része nem képes belátni azt, hogy ezt a terrorizmust kell felszámolni. Még akkor is, hogyha ez áldozatokkal jár. Egyébként a katonák között is lesznek áldozatok, sajnos az izraeli katonák sem fogják. Hát minek utána egy gázai bevonulást nem lehet csak a levegőből elintézni. Persze. És a világ legmodernebb tankjai is érzékenyek dolgokra, tehát már is vannak áldozatai. Mégis az Európai Unió Borrello vezetésével, ugye ő a külügyi biztos, mintha nem lenne egyetértés. Itt van a Magyar Nemzet címlapján, láthatjuk, uniós fejlesztési források juthattak a Hamaszhoz. 640, pontosan szeretném idézni, azt mondja, 691 millió eurónyi támogatás volt, amit csak vízcsövekre, amik soha nem kerültek be a földbe, hanem egyből a Hamasz hadiparához kerültek, és ebből lettek a rakéták.
Ugyanilyen... Ezt nem tudjuk, ezt az újságíró állítja. Nem újságíró, erről felvételek vannak. Arról nem lehetnek felvételek, hogy a pénzt oda rakják a fegyverekért, tehát erről nem, nincsenek nem. felvételek. Nem, csöveket, ilyen értékű csöveket szállítottak a Hamas Gáza városába. Olajvezetéket. Nem olajvezetéknek, vízvezetéknek. De, mindegy, az teljesen. És szennyvízvezetéknek, és ezek nem jutottak a földből, földbe nem is nagyon ellenőrizték. Ezeket beazonosították. Igen, azért ezt nem lehet, ne tessék már, ne állítsuk már úgy be, csak azért, hogy rossz fényt vessünk Borrellre, vagy az Európai Unióra. Hát nem Borrell követi el a támadásokat, hanem az Európai Unió, úgy látszik, a támogatást nem ellenőrzi. Vagy az Európai Unióra, ez hát finoman szólva is rossz indulatú beállítás, azban teljesen igaza van annak, aki azt állítja, hogy ezekre a segélyekre sokkal jobban kellene ügyelni, de ez az egész világon probléma, ez nagyon nehéz megoldani. Ugye most felfüggesztették a segélyeknek Pedig Borrell nem akarta felfüggeszteni, a magyar biztos követelte, hogy átmenetileg függesszék ettől még, föl. Ettől még föl az Európai Uniónak kellett, az megfelelő szerveinek, a bizottságnak ezt a döntést hozni, amelynek Borrell alelnöke. Meg is hozták ezt a döntést. Nem az a baj, hogy ugye egy segélynek a felfüggesztése, ami humanitárius segélynek van számva, ugye azokat is érinti, akiknek szánják, tehát nagyon nehéz ilyen körülmények között, és ebben nem az Európai Unió, vagy nem Izrael a hibás, hanem kizárólag a Hamas, nagyon nehéz ilyen körülmények között humanitárius segítséget nyújtani azoknak, akik valóban rászorulnak. Időközben úgy tűnik, hogy a Hamas szeretne tűzszünetet kötni. Hát persze. Nem a Hamas, elnézést, butaságot beszélek, a Hizballah, aki északról támadja Izraelt, akik még nem döntötték el, Nasrallah sejk, és tudom, az irániak sem, hogy mennyire avatkoznak bele, vagy mennyire nem. Az, hogy három hatalmas repülőgép hordozó anyahajó van a térségben, kettő amerikai és egy briti, az izraelek nem kérik, hogy beleavatkozzanak, mégis szimbolikusan mi a feladata ennek a három repülőgép anyahajónak? Kölcsönösen elrettentés folyik, ugye a Hezbollah és Irán el akarja rettenteni úgymond Izraelt attól, hogy bevonuljon Gázába. Ezek a repülőgép anyahajók és sok minden más még, amit az amerikaiak, meg főleg az amerikaiak és a britek tesznek, ugye attól akarják elrettenteni Iránt és ezáltal a Hezbollah-t, hogy ők avatkozzanak bele ebbe a... Mégis a Hezbollah tegnap reggel óta többször belőtt izraeli területre, és szokatlan módon a Hamas már Haifát, Jeruzsálemet és Tel Avivot is lőtte, és lásd csodát, ezek az összebarkácsolt rakéták, amik lehet, hogy mégsem barkácsolva vannak, ma már eljutottak odáig, volt, amit sikerült még a levegőbe megsemmisíteni, és volt, ami jelentős anyagi károkat okozott. Ezeknek a rakétáknak egy jó része a Qassem nevű iráni gyártmányú, hát nem a legmodernebb, de nem barkácsolt rakéta. Ezek rendes, normálisan, úgymond normális körülmények között Iránban előállított rakéták, maximum összeszerelték őket, és akkor nem tudom elkerülni, hogy mindig föl ne tegyem azt a kérdést, hogy kerülnek oda. Hát az egyiptomi alagutakon, igen, de Egyiptomon keresztül kell akkor menni. Egyiptomnak ugye abszolút elemi érdeke, hogy ez ne történjen meg, tehát ott valami ha valóban Egyiptomon keresztül, akkor ott valami bűzik. Az egyiptomi elnök az első két napban azt mondta, hogy Izraelnek kötelessége megvédeni magát. Ma viszont már arról beszélt kora reggel, meg tegnap az amerikai külügyminiszterrel való megbeszélésen is, hogy Izraelt meg kéne fékezni. Most még azt hiányzik, hogy az oroszok a BT azonnali összehívását követeljék, meg lesz. És hogy a felek azonnal kössenek tűzszünetet. Ezt nyugodtan beprogramozhatod a kommentárt erre, mert ezt meg fogják tenni. Na de akkor, amikor az izraeli hadsereg azt ígérte a népének, hogy az utolsó gyilkosig 120 családnak a gyerekei, a nagymamák, nagypapák, gyerekek tuszul vannak ejtve, ezeket ki kell szabadítani, és a Hamas azt mondta, hogy háború van, a háború végéig erről nem tárgyaljunk, majd utána megnézzük, hogy mi maradt, és akkor. Igen, hát ez az persze, de hát ez
ne legyünk már meglepve, hogy egy terrorista szervezet így viselkedik. Na de hogy a fenébe lehet, hogy a 21. században az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok hagy tovább, amikor már az SS katonák nem léteznek, akkor, amikor már a DSZ és egyéb terrorszervezeteket nagyban likvidáltak, hogy még van ilyen, mint a Hamasz, és engedik tovább működni. Hát hogy lehet nem engedni? Hát úgy, hogy a földdel egyelővé kell tenni. Igen, de ezt nem az amerikaiak, ezt az izraelieknek kell megtenni, remélem. Na de hogyha megakadályozza, az orosz BT azonnali. Nem fogják megakadályozni, majd mindenféle nyilatkozatokat tesznek, nem fogják megakadályozni szerintem. Minek köszönhető, hogy ugye nézeteltérések voltak az Amerikai Egyesült Államok és az izraeli vezetés között. Nem azt mondom, hogy Izrael között, hanem az izraeli vezetés között. Bilágos. Eleinte úgy nézett ki, hogy az amerikai elnök maximálisan kijel Izraelért, most is úgy néz ki, az elkövetkezendő órákban Izrael felé veszi útját. Hogy a külügyminiszter? Nem a külügyminiszter, beszél, már az amerikai elnök indul el. A külügyminiszter ezelőtt 10 perccel megérkezett Izraelbe. Azért mondom, tehát a külügyminiszter megy Izraelbe. És az amerikai elnök elindul. Nagyon helyes, jól teszi. Azok a nézeteltérések, amik az amerikai kormányzat és az izraeli kormányzat között voltak, ezek hát nagyon fontos kérdésekről, ez a demokrácia meg jogállamiság kérdéseiről folynak, de semmi köze nincsen ahhoz, ami most történik. Tehát ezeket, ahogy Izrael is félreteszi a saját belső ellentéteit, úgy nyilvánvalóan az amerikaiak is félre kell, hogy tegyék. 425 ezer izraeli katona részben behívó nélkül azonnal repülőgépre szállt. Az El Al nemzeti légitársaság, amely szombaton nem közlekedik 1982 óta, most Pikuach Nefes, azaz életmentés címén újraindította járatait kimondottan hazatérő katonáknak, és hiába volt 39 héten keresztül minden hétvégén több százezres tüntetés, minden katona még meg se várta a behívóját, és azonnal jelentkezett. Úgy a légierőnél, a haderőn, a szárazföldi haderőnél, és természetesen a tengeri egységeknél is. Hát ezt meg is mondták a tüntetők, hogyha meg azok, akik ellenzik ezeket a, szerintem joggal ezeket a javasolt változásokat, hogyha szükség lesz rá, akkor természetesen félreteszik ezeket, addig, amíg a szükség van rá. Egységkormány alakult Izraelben, nyilvánvalóan. Hát egységkormány, arra számítottunk, hogy faltól felig egységkormány, de Lieberman nem került be, és Jair Lapid sem került be. Ebben az egységkormányban még várják őket, csak feltételeik vannak. Nézzük ennek a politikai oldalát. Többen a stúdiókban arról beszélnek, már én is izraeli stúdióvá váltam, mert én is a okos telefonomat az asztalon hagyom. Természetesen új rakéta utánpótlások érkeznek, amiről az Amerikai Egyesült Államok gondoskodik. Akkor két kérdés. Először nézzük a politikát. 1973-ban a Jankiperi háborúban meglepték az izraeli hadsereget. Igaz, az Amerikai Egyesült Államok azt állítja, hogy az ő titkosszolgálatuk értesítette Izraelt, az izraeli belbiztonságiak ott fásra történt. Létrejött az Agrárbizottság, választásokat későbbre tették, Golda Meir megnyerte a választásokat, majd 3 hónap múlva azt mondta, hogy köszöni, és lemondott. A forgatókönyv nem ugyanaz, hisz mindenki tudja, hogy itt komoly problémák történtek. Izrael tele van tábornokokkal, volt vezérkari főnökökkel, volt honvédelmi miniszterekkel, volt miniszterelnökökkel, mindenki ért a biztonsághoz, engem kivéve. És ha össze fog ülni ez a bizottság, és most minden politikus és honvéd azt mondja, hogy nem most, majd utána. Fejek fognak repülni? Politikai székek lesznek gazdátlanok? Ja, hát ha ez az eljárás, amit mondtál, a végén is az lesz, ami akkor volt, hogy lemond a miniszterelnök, akkor úgy fog végződni, ahogy ennek kell. Egyébként, ha jól láttam, egy
közvéleménykutatás szerint az izraeliek 75%-a Netanyahut tartja felelősnek ezért a helyzetért. Az is igaz egyébként, hogy nem tudom, hogy kérdeztek ilyet, de minden valószínűség szerint, és ebben van egy látszólagos ellentmondás, de azt gondolom, hogy igazából nincsen, hogy az a politikus, aki ezt a válságot kezelni tudja Izraelben, az Benjamin Netanyahu, a többiek nem igazán alkalmasak erre, viszont az is igaz, hogy a felelősséget is vállalni kell. Tehát az, amit Golda Meir csinált, azt gondolom, az egy követendő példa. A helyes válasz, hogy majd elválik, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, ne menj messzire, hisz hamarosan elkezdjük majd az esti program felvételét is. Kedves nézőim, ízelítőt kaptak a mai Világzsidó szemmel című adásunk központi témájából. Persze ezen kívül még ezer kérdésre próbálunk választ adni. Most viszont kapcsoljuk Róna Péter közgazdászt. Tartsanak velünk! Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Róna Péter, közgazdász. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Tanár úr, kérem szépen! A közel-keleti események mennyire befolyásolhatják most a világ energia és gazdasági válságát? Hát mindenféleképpen lesz rá hatásuk, és összességében a hatás negatívnak mutatkozik. Valószínűleg az energia árak magasan maradnak, vagy még feljebb emelkednek. Az általában véve a helyzet miatt egy jelentős politikai átalakulásról is kell szólni, aminek mentén a különböző gazdasági tömörülések és tömbök is átalakulnak. Tehát ugye itt van egy rövid távú azonnali probléma, amivel kapcsolatban én Biden elnökkel teljes mértékben egyetértek. Ugye ő azt mondja, hogy a Hamaszt meg kell semmisíteni, és azt is mondja, hogy Izrael nagyon komoly hibát követne el, hogyha megpróbálná megszállni a gázaövezetet. Tehát ő azt tanácsolja, hogy ezt ne tegyék. Én ezzel egyetértek. Miközben itt mi beszélgetünk, érkezik a telefonomon a hír,
melyben Izrael miniszterelnöke azt állítja, hogy semmiféle tűzszünet sem a Hamasszal, sem a Hizballával nem jött léte. Annyi a változás, hogy Izrael a gázai humanitárius vonalat fenntartja, és Dél-Gázába továbbra is vizet szállít a menekülőknek. De semmiféle tűzszünetről nincs szó. Mert mielőtt önt kapcsoltuk a vonalba, olyan hírek jöttek, hogy esetleg létrejött egy tűzszünet, sőt a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hogy addig, amíg az utolsó Hamas terroristát, aki galád módon embereket gyilkolt, gyerekeket, nőket, időseket és csecsemőket, azokkal nincs mit tűzszünetet kötni. Értem, hogy Európára is ez veszélyt jelenthet. Időközben megérkezett Pekingbe a magyar miniszterelnök és az őt kísérő delegáció. Vajon Kínának milyen szerepe lehet a rendezésbe, hisz Kína jó kapcsolatokat tart fönn akár Iránnal is. És a mozgató erő napjainkban Irán. Legalábbis a Hamaszt és a Hizballát Irán táplálja fegyverekkel, know-how-val és pénzzel. Nézze, ugye itt egy alapvető probléma van, ami szinte megoldhatatlan. És az alapvető probléma az, hogy itt két olyan társadalom, két vallás alapú társadalom szegül egymásnak, és mind a kettő esetében, Izrael esetében ez nagyon sokáig nem így volt, de az utóbbi években így alakult, a szekuláris államigazgatás gondolata nem elégséges. Tehát nagyon erős a vallás, a hit alapú nyomás, a Hamasz és az palesztinok esetében ez tök ki teljes mértékű, Izrael esetében ez növekvő volt. Tehát ez két dolog egymásnak szegű. Azért én külön, álljon meg, tanár úr, ne haragudjon, hogy megakasztom, de azért ezt külön választanám, hisz az izraeli szekulárisak azért annak ellenére nem mondják ki mások vérét, addig, amíg a Hamasz a saria szerint öldgyilkol. Ez így van, ezzel egyetértek, ez így van. Ugye vannak Izraelben is szélsőséges hangok és szélsőséges politikai erők, és ezek neki feszülnek a másik oldalon a szélsőségeseknek. Na most, tehát itt alapjában véve, amíg nem jön létre egy olyan szekuláris szerkezet, amely képes és hajlandó megfelelő politikai támogatással tárgyalni, és ez az észrevétel elsősorban a palesztinokra vonatkozik, addig itt alapvető megoldás nem lesz. A fő szerep mindenféleképpen azért az Egyesült Államoké és nem Kínáé. Tehát itt az Egyesült Államoknak nagyon nagy a befolyása mindkét oldalra, nagyobb a befolyása Izrael, mint a palesztinokra, de ott is nagy a befolyása, és az Egyesült Államok politikáját a Biden elnök világossá tette. Maradéktalan elutasítása a Hamasznak, maradéktalan kiirtása, úgy tetszik, a Hamasznak, elfogadhatatlan. Ugyanakkor vigyázni kell Izraelnek, hogy ne menjen bele egy nagyon komoly csapdába. És a csapda pedig a következő. Ugye amerikai kezdeményezésre elkezdődött egy folyamat Izrael és az alapvilág között. Ebből a folyamatból, és itt talán az amerikaiak hibáztak, ebből a folyamatból kimarad és kimaradt a palesztin kérdés. A Hamas tevékenysége arra azt célozza meg, hogy ezt a folyamatot felrobbantsa. És mennél keményebben válaszol az Hamas borzasztó cselekedetei Izraelnek, annál valószínűbb, hogy ez sikerülni is fog a Hamasznak. Tehát felrobbantja ezt a nagyon fontos folyamatot. És ez a dolognak a lényege, ez az ő céljuk, hogy ebből a folyamatból ne legyen semmi. Időközben azért az angol flotta is megérkezett a térségbe, tehát Nagy-Britániának is véleménye van, és nem a Hamasz mellett áll. Igen, Nagy-Britannia alapjában véve összhangban van az Egyesült Államok álláspontjával. Igen.
Az európai kontinens országaiban valószínűleg a palesztinok támogatása valamivel nagyobb, mint az USA-ban és az Egyesült Királyságban. De egyébként azért a nyugati álláspont meglehetősen összhangban van. Na most Kínának ugye nagyon fontos az iráni kapcsolat, és számukra olyan politikát kell folytatni, ami ezt a kapcsolatot nem sérti. De milyen gazdasági okai vannak a kínai-iráni kapcsolatnak? Hisz Irán azért nem egy nagy felvevő hely. Kínának kell az olaj. Kínának Irán egy nagyon fontos forrás olaj és energiaellátás szempontjából. És egyébként is geopolitikai értelemben Kína próbál kialakítani egy olyan környezetet maga körül, ahol neki van befolyása, és amelyik figyel az ő véleményére, tehát és ide tartozik Irán. Kínának a érdeke az Egyesült Államoknak a hiteltelenítése. Ha ebből a konfliktusból komoly baj van, Izrael például hitelt veszít a világ szemében, az Kínának a malmára hajtja a vizet. Tehát ilyen értelemben Kína és Teherán egy húron pendül. Lejáratni, hiteltleníteni az Amerikai Egyesült Államokat, mert hiszen Amerikai Egyesült Államok Izrael legfontosabb támogatója. Igen, tanár úr, csak az a helyzet, hogy Kína általában nem szeret beleszólni más országok belpolitikájába, hogy ő sem szereti, hogyha neki beleszólnak. Kínai a nemzetközi kapcsolatait általában gazdasági és hosszú távra tervezi. Ez egyedülálló, hogy itt volt egy üres luk, mert Oroszország, mintha kiszállt volna egy bizonyos okokból a közel-keleti rendezésből, és megpróbálta Kína, Iránt és Szaúd-Arábiát összehozni, de a napnál világosabb akkor, amikor Szaúd-Arábia amerikai biztonságot kér, akkor nem felhőtlen változatlanul a kapcsolata az irániakkal. Ez pontosan úgy van, ahogy mondja, itt volt egy vákum, ami létrejött, miután az oroszoknak a érdekeltsége és érdeklődése közép-kelet iránt csökkent az ismert okok miatt, és ezt a helyet próbálja Kína kisajátítani saját maga számát. Az, hogy Kína nem szeret más országok belügyeibe beleszólni, ez igaz abban az értelemben, hogy nem mond bele, nem szól bele. De azért véleménye van más országok belügyeivel kapcsolatban is. Tehát azért beavatkozni nagyon-nagyon örömmel teszi. Professzor úr, idáig tartott mai beszélgetésünk. Bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Addig is vigyázzon magára, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb a Hamasz is megszűnik, és béke fog létrejönni. Előzetesek, és már is érkezik Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Tartsanak velünk!
Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Eltűnhet-e az MSZP a 24-es politikai térképről? Mennyire lehet erős ma szociáldemokrata gondolat egyáltalán Magyarországon? Eme két kérdés, mely izgat most engem, avagy a nézőimet? Meggyőződésem, hogy Magyarországnak alapvetően egy szociáldemokrata fordulatra, sőt, egy jóléti fordulatra van szüksége. Hiszen ma a legnagyobb baj az, hogy alapvetően az állam az emberek kizsákmányolásán alapszik, tehát az a gazdaságpolitika, ami zajlik, annak az az alapja, hogy rendkívül alacsony bérek vannak, rossz munkakörülmények, nem betartott környezetvédelmi előírások, és ezekkel az intézkedésekkel vonzunk ide olyan külföldi befektetőket, akik ezáltal nagyobb haszonra tudnak szert tenni, de miután Magyarország adóparadicsomként működik, az egész világon a második legalacsonyabb társasági adót Magyarországon kell fizetni, csak Kazaksztánban van ennél alacsonyabb adó, de a külön megállapodások miatt igazából ez sem igaz, mert a legtöbb nagy céggel olyan külön megállapodásokat köt az állam, amivel még ezt a bizonyos 9%-os adót se kell befizetni. Ennek ugye az a következménye, hogy a nálunk lévő alapvetően multinacionális nagyvállalatok nagy haszonra tesznek szert, de ezt nem hagyják itt az országba, hanem haza is viszik. Ezért látjuk azt, hogy mondjuk az elmúlt években volt egy masszív gazdasági növekedés, de az ország ettől nem lett versenyképesebb, sőt folyamatosan csúszik le a versenyképességi rangsorba, és hát az állami közszolgáltatások folyamatosan omlanak össze, és most, hogy egy kicsit válságosabb helyzet alakult ki a világban, Magyarország nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, hiszen a legmagasabb infláció Magyarországon alakult ki, és most már 8. hónapja esik a gazdaság is, tehát nem, hogy növekedne, hanem recesszióban vagyunk. Ezen változtatni kell, és mi azt gondoljuk, sőt az a határozott meggyőződésem, hogy akkor tudunk ezen változtatni, hogyha egy másik gazdasági modellt, egy másik országműködést kezdünk el fölépíteni, és mi ennek a programjával járjuk most egyébként az országot. Ez a Jóléti Magyarország programja, és ehhez próbálunk most szövetségeseket keresni. De hogyha ön abból indul ki, hogy jelen pillanatban nem jóléti társadalom van, akkor most elmegy vidékre, az amúgy is nem éppen happy emberekhez, és elmondja nekik, hogy mennyire nyomorba vannak, és egy jóléti társadalmi tervet fest nekik a falra, vagy hogy csinálja ezt? Hát egyrészt ugye arról beszélünk, hogy Magyarországnak hogyan kéne működnie, milyen gazdasági, társadalmi modell lenne sokkal hatékonyabb és az ország érdekét sokkal jobban szolgáló, amiben egyébként az emberek is jobban élnek és boldogabbak. Másrészt hát természetesen kell beszélni őszintén a problémákról is, hogy mert hogy ugye nem ideológiáról akarunk beszélgetni, tehát nem a szociáldemokrácia ideológiai hátteréről, hanem konkrétan arról, hogy ma milyen gondok sújtják az országot, az emberek milyen problémákkal szembesülnek. De lehet, hogy az emberek ezt tudják. Hogy ezen hogyan lehetne változtatni, hogy ezzel szemben milyen alternatívát lehet fölvezetni. Miért vannak pénznyomtatógépeik, vagy vannak kapcsolataik, amik azonnal az idáig meg nem érkezett Európai Uniós támogatásokat megérkeztetik? Tehát mi a biztosíték arra, hogy pénzük lesz mindenre, hisz ez pénzkérdése? Avagy tévedek? Igen. Már hogy téved, szerkesztő úr. Ugyanis hát pontosan ezt láthattuk ettől a mostani kormánytól, hogy egy kormánynak arra van pénze, amire akar költeni. Ez modell kérdése. Ez a kormány azzal akarja Magyarországot versenyképessé tenni, hogy az emberek alulfizetettek, kizsákmányolhatók, nem kell jó munkakörülményeket teremteni, nem kell környezetvédelmi előírásokat betartani. Ezért ma már egyébként alapvetően nem is a német, hanem a kínai tőke jön ide, akik hát ezekből csinálnak gazdasági előnyt maguknak. Ezzel szemben egy jóléti modellben, amilyen az északi államokban, Norvégiában, Finnországban, Svédországban, Dániában működik, alapvetően azért sokkal versenyképesebbek ezek az államok, úgy, hogy közben az emberek boldogak és
magabiztosak ezekben az államokban, mert hogy a gazdaság versenyképességét nem az olcsó munkaerő biztosítja. Csipjen meg, mert valamit nem értek. Azt akarja nekem ezzel sugallni, hogy tulajdonképpen ez a mindenkori vezetéstől függ. Ön szerint van olyan magyar politikus a magyar parlamentbe, vagy a közéletbe, aki nem akarná azt, hogy minden ember egy jóléti társadalomba legyen? Egy munkaalapú társadalomba, ahol mindenki... Nem. Itt van a kulcs. Hát Orbán Viktor a munkaalapú társadalmat hirdette meg, aminek a lényege, hogy bármi áron újabb és újabb munkahelyeket teremtünk. Amiből, ő azt hirdette meg, hogy nincsenek ingyen vacsorák, minden szociális majd, eset is, amiből a gazdaság képest, majd hogy mennyire örök, tud, és ennek dolgozzon. Az az ára, hogy a magyar munkaerő harmadát, negyedét keresi, mintha Európa más részén dolgozna. Hát ma már Romániában jobb bérek vannak, Horvátországban jobb bérek vannak, Szlovákiában meg már nagyon régóta sokkal jobb bérek vannak, és jobban élnek az emberek, mint Magyarországon. Hát Magyarország így csúszik le a lejtőn. Hát mit kellene tenni azon kívül, hogy járják az országot? Ez az ára. Mit tudnának tenni? Exit plólok ugyan nem azt mondják, hogy önök lesznek a kormányalkotó pár. Erre persze biztos van valami válasza, tessék gyorsan meg is mondhatja. Hát, nincsenek exit pólok, vannak különböző kutatások, a legtöbb kutatás szerint a Magyar Szocialista Párt 5% körül van, amit vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy a küszöböt sem lépnék át. Nem fölbosszantani akarom, csak kérdezem. Vannak olyan kutatások, én ezt nem szeretném kommentálni, mert szeptember eleje óta járjuk az országot. Gyakorlatilag minden megyeszékhelyet végigjártunk, tehát egy hónap alatt majdnem mindent, mert szóval 18 nagyvárosban voltunk. Nagyon szép 18 nagyvárosban személyesen 1700 emberrel beszélgettünk, mert hogy nagyon sokan jönnek el ezekre a meghirdetett fórumokra, utcai kitelepülésekre, beszélgetésekre. 1700 emberrel még nem lehet választást és nyerni. Hát nem, de azért 1700 emberrel beszélgetni egy hónap alatt szerintem az nem olyan rossz, és ezt nem hagyjuk abba, hanem ezt mi folytatjuk tovább. És én mindenhol azt látom, hogy igenis az emberek vágynak arra, hogy legyen egy alternatívája ennek a mostani rendszernek. Mert amit ma megélnek, azzal nem elégedettek, sőt kifejezetten mérgesek azért, ami ma körülveszi őket. És ami alternatívát ma látnak, az nem feltétlenül tetszik nekik, vagy nem látnak igazi alternatívát, nekünk ezt kell tudni megépíteni, mi ezen dolgozunk. És igenis az az állításom, hogy mi tudjuk, hogy Magyarország mitől lenne sokkal működőképesebb, és ezzel a modellel járjuk az ehhez országot, és győzzük meg az embereket. Ehhez szükségük van, ki kell hajlandók összeállni a DK-val? Ez egy megint egy fontos kérdés. Igen, partnerekre szükségünk van. Először is az embereket akarjuk partnernek megnyerni hozzá, ezért járjuk az országot is. Ezért kampányolunk ezzel. Másrészt, igen, azzal is tisztában vagyunk, hogy a Magyar Szocialista Párt önállóan ezt nem tudja megvalósítani. De nem nehéz megszólaltatni a partnereket, hisz a partnerek 90%-a, jó, 89%-a a valamikori Szocialista Párt az MSZP-nek a tagjai voltak. Nem, mi egészen másban gondolkodunk. Tehát szerintünk a jóléti Magyarország megteremtése az egy olyan vízió, amiben egyébként az ellenzéki pártok mindegyikének megvan a maga szerepe. Hiszen nézzük meg. Ez egy utopisztikus... Hogy lenne utopisztikus? Ezek a bizonyos északi államok, akiket most említettem, évtizedek óta ezt építik. Tehát nekünk is évtizedekig kellenek ahhoz, amíg esetleg északi, ha tévedésből az északi jóléti modell az egy működőképes modell. És hogyha a legstabilabb modell, másnaptól kezdve ezek. Ennek vannak alappillérei, amiket Magyarországon is meg lehet valósítani. Én nem azt állítom, hogy svéd jóléti országot lehet azonnal Magyarországból csinálni, mert hazudnék, ha ezt mondanám. Hát nem lesznek azonnal repülőgépgyárai. De ugye tudjuk, hogy mi ennek a modellnek az alapja. Az erős szakszervezetek, magas bérek, jó munkakörülmények, és ugye ennél fogva megbecsült és elégedett munkavállaló. A magas bérekhez pénz kell. Honnét vesz a másik pénzt? A másik pillére a kiváló minőségű közszolgáltatások, egészségügy és oktatás, és ebbe az idáig harmadik kormány belebukott. A harmadik pillére pedig az erre épülő
innovációra alapozott és tudásra alapozott gazdaságpolitika. Most, ha ezeket megnézzük, az ellenzék szereplői ebbe, az ellenzék szereplői ebbe úgy tudnának együttműködni, hogy nem kell föladni a saját identitásukat, hiszen például a Momentumot, ha megnézzük, a Momentum fő identitása a modern Magyarország, az oktatás szerepe. A Magyar Szocialista Párt fő identitása az erős szakszervezetek, a jól fizetett munkavállalók, a megbecsült munkavállalók, a zöld pártok identitása, az a zöld fordulat, ami nélkül megint nincsen jövő. Azok zöld pártok, vagy csak ezeket, zöldre vannak festve? Ezeket hát zöld politikát képviselnek, azt a zöld fordulatot szeretnék megcsinálni, nélkül egyébként tényleg nincsen. Hányan vannak ők? Jövője. Csak úgy próbálok összehozni hát egy koalíciót, idáig mondtam Momentumot, és a zöld pártokat, amelyik egyikbe se jutna, a másik tényleg a zöldecske. Én politikáról beszélek, nem most hagyjuk a matematikát, hanem arról beszélek, hogy hogyan lehet egy de a kormányozni akar, akkor ahhoz matematika olyan kell. Olyan alternatívát kell kínálni, amivel az embereket meg lehet szólítani, ami kellően vonzó tud ahhoz lenni, hogy az emberek csatlakozni tudjanak. De ön 2024-ben akar matematikáról beszélünk. De ön 2024-ben akar változtatni, nem 36-ban. Igen, ha matematikáról beszélünk, szerintem annak nincs szavazója. Tehát én jöhetnék olyan érvekkel, szoktak politikusok ilyeneket is mondani, hogy na azért kell összefogni, mert ha összefogunk, akkor nincsen szavazat lemorzsolódás, az 2-3 mandátummal többet jelent, blablabla. Ezek mind igazak. Csak szerintem nem ezért kell összefogni, hanem azért kell összefogni, mert egyébként a mi pártjainknak a tudását, ha összerakjuk, abból egy olyan jóléti magyar társadalmat lehet, egy olyan jóléti gazdasági modellt lehet megalkotni, amivel Magyarország nem így fog lefelé csúszni a lejtőn, nem azzal fog, nem abban akar a magyar gazdaság megélni, hogy az embereket ki lehet zsákmányolni, nem kell megfizetni, és alapvetően a külföldi működő tőkének csinálunk ide egy adóparadicsomot, hanem azzal, hogy jól megfizetett, tisztességes munkájáért megbecsült emberek, jó közszolgáltatásokkal egy versenyképes, modern gazdaságot. A elnök úr, ön egy elkötelezett szociáldemokrata, én ezt értem, ez nagyon szép és nagyon jó. De az ön terveihez idő, paripa, pénz, tehát kell. Hát ez szerint kell az állami forrásokat csoportosítani. Egyetlen példát hadd mondjak, mert kevés az időnk, akkor ezzel illusztrálnám. Ma az állam a kínai akkumulátorgyárakra 800 milliárd forintot költ el állami támogatásként, hogy ezek ide jöjjenek. 800 milliárd forintból, hogyha a hazai kis- és középvállalkozások kapnának támogatást, hogy modernizálni tudjanak, hogy az innovációba tudjanak fektetni, hogy együttműködni tudjanak, akkor sokkal több magyar tulajdonú családi gazdaság, családi vállalkozás tudna szintet lépni, és sokkal hatékonyabban működni, és ugyanúgy meg lehet a munkahelyeket vele tartani, jobb fizetéseket adni, és ez egy sokkal hatékonyabb modell, mint hogy odaadjuk kínai befektetőknek ezt a pénzt, hogy itt egyébként ázsiai munkaerővel teremtsenek elő olcsó akkumulátorokat. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra, önök egy elkötelezett MSZP alelnököt, egy igazi szociáldemokratát láttak és hallottak, terveiről legközelebb. Folytatjuk a beszélgetést, most viszont érkezik egy általam vélt objektív híradó, fogadják szeretettel, és ezután a kora délutáni órákban, mint minden hétfőn a Kipa sorozatot vetítjük az ATV-vel, engedélyével, majd ezt követi a Világ zsidó szemmel című műsor, melynek vendégei lesznek Seres Attila, Gyarmat István, Emkende Péter és Kovács András, a műsorvezető jó magam lesz, további jó tévézést, várjuk Önöket a képernyő előtt. Köszönöm, hogy itt köszönöm van. Szépen én is.